tag, ha onnak hívok, mert az az, az is. És akkor leúztam 5 évet. Hála is nekidobtak. Nekidobtak. Hogy Laci még szerintem a mai napig is ott lenne, ha nem lett, ő mondta, saját szavaival mondta, ha nem lettem volna én, mert hogy mondjam, a családban én vagyok az erősebb. Mert mindenkinek kell valaki apja, hogyha rosszabb napja van, vagy rosszabb periódusa, hogy hiába játsz az ember, hogy ő kemény, meg mit tudom, micsoda. Kell egy ember, akinek elmondja a búját bánatát. Hál' Istennek összejött az, hogy a hajléktalan szálon keresztül jutott hozzánk a Panka. A képe hintázik. Akinek az anyja prostituált, az apja pedig hát szerintem még mindig hajléktalan szállón él. Éltem egy koszos gyereket, akit a ilyen 16 literes lábosban, amiben főztek, abba fürtették. Fogtam, szehoztam a gyereket. Mondta nekem, mondta a Kati, akkor még ügyeletes volt, hogy Laci, itt van a gyerek, azt mondja, nem tudsz vele valamit kezdeni. És akkor én beszéltem az apjával, mondtam neki, te figyelj, mondom, elviszem a gyereket innen, hogyha ha gondolod, mondom hozzánk, mondom, jobb helye lesz, mint itt. Hát a Bercitől hallottunk, a Horváth Bertalantól. Hú, hát február, talán február környékén, akkor kérdezte, hogy nincs-e kedvünk lemenni. Mert akkor arról volt szó, hogy megpályázunk egy önkormányzati lakást. Na de már most mi azt hittük, hogy az önkormányzati lakásban nem kell ennyi pénzt belefetszölni, amennyit bele kellene. És mondta, hogy van ilyen lehetőség, hogy nem van kedvünk. És akkor mondtuk, hogy nagyon lenne kedvünk. Azóta, ugye, hogy nem voltunk, azóta ilyen stresszbe élünk. Tehát, hogy mi van most, megyünk, nem megyünk, mert ígértek augusztusra, most az meg szeptember. Én már is, ha most azt mondanák, hogy mehetnénk, már gyorsan mennék a boltba zsákokért, meg dobozokért, és ma azonnal költöznék. Ez már nem rajtunk múlik. Csak mondanák azt, hogy mehetnénk, mert ez a bizonytalanság, ez borzasztó. Na, akkor így mindenkit. Hát Arnabodon voltunk meg 2 héttel csütörtökön, egy faluba, ahol a hajléktalan családokat telepítenek rendben, és hát önöket is leműtjük bemutatni önök részére a falut, illetve önöket a falu gondokának. És akkor beültünk ott egy kis beszélgetésre, miután megnézték a falut, és akkor azt mondtuk, hogy tehát önök is gondolják meg, illetve ők is, és mi is átgondoljuk. Hogy közé. Tehát végül is... Az igazi okot mondtam. Az igazi okot. A bizottság mindjárt. Tehát sajnos nem leges a válasz. Hát mondtam is. Nem, viszont, hogy miért. Azt a falu nem tudja bevállalni, hogy egy-két gyerekért speciális osztályokat indítsanak, mert hogy az nem, tehát nem tudja megoldani. Igen. Illetve elég messze, Gyöngyösen nem valószínű, Egerben lenne olyan iskola, ami az öröki gyerekeinek megfelelő képzést tudná biztosítani. Az viszont nagyon messze van, nagy távolság. Így viszont nem tudná teljesíteni azokat a feltételeket, amiket viszont teljesíteni kellene, tehát a gazdálkodás terén. Mert akkor azt jelenti, hogy az ön férjének egész a úton kéne lennie. Igen. És sajnos akkor... Akkor megint ott vagyunk, hogy akkor dolgozni nem tudnám menni. Így van. Tehát... Tehát sajnos ezért lett nemleges a válasz. Hát én mondtam a páromnak, hogy figyeld meg, hogy nem fog sikerülni. Amit ott is mondtam. Újra csak az volna a kérésünk, hogy mi szeretnénk a gyerekek szempontjából legalábbis én visszakerülni. Valami úton, módon, valami segítséget szeretnék önöktől kérni, hogy vissza tudjak jutni Budapestre. A mi segítési lehetőségünk elsősorban az, hogy Tarnabodon megteremtünk valami életfeltételt visszafelé. Nehezebb az út, hát ne égessünk föl mindent. Azért ez most mégiscsak biztonság, egy berendezett lakás, működő gazdasággal. Ezt könnyű lebontani, de nehéz visszaépíteni. Igen, én azt gondolom, hogy... vissza még egyszer, Miklós, szóval... Kicsi, legyen úgy, csak oké, nézzük a verziókat. Rendben van, mi van akkor, hogyha, ha nem?
Most jött el 6 hónapja egy családok átmeneti otthonáról, nem mehet vissza családok átmeneti otthonába. Ezer, igen, de a lányaim azt mondták, hogy még akkor is ezerszer jobb volna ott, mint itt. Szóval... Jücsi, még egyszer kiszámolom, mert jó, én sajnos felelősséget érzek azért is, akik emiatt mondjuk nem kerülnek be. Legyen úgy, csak akkor ne hátrafelé. Tehát, hogy családok, tehát hajléktalannak visszamenni Budapestre, ez azt gondolom az egyetlen elfogadhatatlan megoldás. Én ismerem önmagamat, mert én hazajöttem Bagdadból 10 év után, és tényleg a semmire, se anyukám, se apukám, és talpra álltam. Sajnos engem azt tett, szóval hajléktalannál, hogy a lakásommal kicsesztek velem, hogy elvették tőlem. Mert én akkor most nem ülnék ki. Ezt megbeszéltük, hogy ez egy kétoldalú dolog. Igen. Vannak jelentkezők, tehát én azt gondolom, hogy nem, akkor se volt hiába való ez a hat hónap. Mert sokat tanultam, sokat tapasztaltam, és tény és való. Nagyon csak hajléktalannak nem menjünk vissza Budapestre. Nem szeretnék, szóval nem. Szerintem abszolút beilleszkedtek, nem? Szerintem elfogadta őket a falu is, a közösség is. Valószínűleg tartom azt, hogy Ilcsének a speciális helyzetéből adódóan sok kisgyerek, nagy gyerekek Pesten vannak, férje gyakorlatilag családi segítsége, mint olyan, nincsen, és hát ezek az okok nyilván összeadódnak, és ő most azt mondja, és úgy gondolja, hogy család az első, és ilyenkor az anya az gyakorlatilag nagyon csőbe lát, és azt mondja, hogy a család Pesten talán jobb lesz. Kívánom neki, de nem gondolom, hogy ő most talál egy olyan állást, teremt egy olyan egzisztenciát 2 hónap alatt, hogy mindezeket a sok éves tapasztalatokat felülírja. Úgyhogy én nem tudom, hogy merre mehet. Tudásunk és erőnk javát adtuk azért, hogy ez menjen, és ha ezt valaki nem így fogja föl és visszautasítja, akkor azt mondom, hogy hát sajnáljuk. De... Nem tudom, hogy ez inkább az ő kudarca lehet, aminek én nem örülök. De nem a mi kudarcunk. Mi sokat gondolkozunk azon, amikor fölveszünk egy családot, meg azóta egyfolytában gondolkozunk, hogy az a felvételi protokoll, amit mi használunk, az hogy lehet a legszakmaibb, legtisztességesebb, legemberségesebb. És az Ilcsi esetében én azt gondolom, hogy ott nem volt kétséges. Tehát azt gondoltuk, hogy annak ellenére, hogy egyedül van, ő az, aki a jég hátán is megél, mert hogy annyira talpra esett, és annyira örömmel jött. Ő volt az, aki az első látogatáskor azt mondta a polgármester úrnak, hogy polgármester úr, én innen már el sem megyek, és fogta azt az ajtó félfát, annak az ajtónak a félfáját, ahova ő aztán költözhetett. Főleg az Éva néni. Nem őszik, de nem mondja meg, hogy miért legyen. Hogy munkát, hogy tudnak-e biztosítani munkát, ha nem kaptam rá választ, akkor miért vitatkozzak? Azt mondta annak idején a program, mikor szervezték, hogy itt helyben munka lehetőségek lesznek. És most persze, hogy ez a 7 család, most megvannak halva, mondjuk, le vannak döbben, hogy majd most mi lesz velük, ha nem lesz közmunka. Hogy megyünk, kész, megyünk, most már nincs. Volt, mikor visszatáncoltam, hogy maradunk, de azt mondtam, hogy nem. Szó sem lehet róla. Nem látom értelmét, hogy itt maradjak, hogy szenvedjek. Várjam a szociális segélyt, hogy 2 napig eszek, utána meg 2 hétig nem tudok mit enni. Sírjon a gyerekem, hogy nincs egy szelet kenyér, hát nem. Én ezt az életet én nem szoktam meg, mint itt a bodélyak, és nem is akarom megszokni. Nem a nyomorra születtek. Nekem is van egy súlyos szellemi fogyadékos kis hiányom. Hábár se jár az iskolába.
János urat már bevittem 10-szer a lakásomba, hogy milyen bútorjaim van. Hogy olyan bútorom nincs, amiben bepakoljam a ruhákot, tessék elgyönni. Hogy az ilyennek egy szekrényt nem annak, sétszékét. Ide nekem tessék mondani. János úr, mondja. Hogy mink is megérdemlenénk azt a bútort, amit ő... Ez a saját bútoruk. Mert már magát is behívtam a lakásomba. Ez a saját bútoruk. Hogy jöjjön már be, nézzen szét a házba. Van egy szellemi, súlyos fogyadékos kislányom, amivel maguknak segíteni kéne neked. Ott adnak a Rákóczi-ba. Igen, a szomszéd mellett. Itt te maguknak ágyat? Két ágyat adott, ennyi az egész mém jutaik vannak. És ha mindenkinek viszek két ágyat a faluban, nekik bizony nekem hány ágyat kell kivinnem? Azt kinek adott még bútort? Adott mindenkinek, csak nekem nem adott. Na most egy csomó ember jön, sértve, amit nem maradt bútorok, kinek adták oda? Eltüzeltük, képzelj el, kidobtuk. Amit irathatott volna én nékem is. Nem dobtunk ki semmit, minden el lett osztva. Kinek osztotta ját? Annak, aki hasonló képpen. Na most ugye nekem eljönnek 25-en, hogy ő nem kapott egy söpűt is, ezért föl van háborúban. Hát én mondhatom, hogy nem kaptam. Kapott én ágyat? Két ágyat adtak, ennyi volt az egész. Ugye hány embernek nem vittem egy fél ágyat sem? Jó van ma, tudja? János úr. Tudja? Jó van ma. Megmondtam. Az ilyennek enni valóban nem segít, amit hoz a Mátrai szeretett kocsiba. Se egy nadrágba. És amíg nem volt itt a Mátrai szeretett szolgált, mit tettek? Hát ezt nyilatkozták bent a négyházba. De mit? Én most a kérdésemre válaszoljam. Nem a bodiakon segítünk, a bodiakon is segítünk. De elsősorban, mivel? Nagyon sok minden. Elsősorban azok a családok, akik ide lejönnek, leköltöznek, hozzák a saját pénzükön megvásárolt bútorukat. Én és ezt tudom. Mi kiegészítjük, amivel tudjuk. És ezen fölül, ha én a saját családjamat ellátom, érti? És aranyba öltöztetem. Akkor se lehet senkinek semmi szava, mert ezen fölül mi, amit segítünk, az mind plusz és ráadás. Igen. Tudja? Na, az, hogy megvettük a falunak, azt a buszt, amivel közlekednek. Sokat tudja, hanyat ültem abba a buszba. Tudja, hogy 33 munkahelyet lát el a busz, érti? Én nem dolgozok. Na de 33 ember meg dolgozik. Ha én nem érek a 33 emberrel semmit, mikor a házamba, mert na, nem lehet begyönni. Mindenki a saját nótáját fújja. Hogy a ruhákat bepakoljam a szekrénybe, mert szét vannak ásva, különben volt már. Így nem tudunk beszélgetni. Mindenki a saját notáját és a saját sérelmét fújja, és így nem fogunk tudni egyről a kettőre haladni. Hát persze, hogy rosszul esik János úr. Micsoda? Hogy mindenki kap bútorokot, meg ruhákat, meg élelmiszért, mi meg kenyérből nem eszünk eleget, János úr. Ezt úgy higgy el, hogy én. Különben bent volt a múltkor nálunk. Tudom. Földön voltak a ruhák. Látta? Na most nem mondta se, hogy nem látta. Tudja. Ez borzasztóan fáj Annyi. Nekem, hogy nagyon sokan jönnek, hogy mindenki Annyi. Kap, csak én nem. Én még nem voltam magánál. És azok, akik kaptak, azok úgy nem jönnek megköszönni, hogy maga nem jött megköszönni nekem azt a két ágyat, vagy a becseit, vagy bárki másnak. A Máltainak megköszönte? Én nem köszöntem még. Na, ez a probléma. Mit, azt a két ágyat köszönjem meg, amit adott János úr? De nincsen semmiből nem tudok mit adni, érti? A múltkorában mondták, hogy egy nagy kamionkocsi ruhákot vitták. Ki mondta? Mondták. Mindenki hozta az a paplanyokot. Ez a... Ágy nem működ. Mindeneket. Mindenki. Ki volt az a mindenki? A szomszédasszony úr, mikor hozzák zsákokba hazafele ruhákot. A szomszédasszonya magának benne van a programban, érti? Én mi nem vagyok benne programban? Hát mi az a program? Miért nem tőlem kérdezi? Miért de tőlem mi az kérdezi? A program, úr János? Az jelenti, olyan sokszor elmondtuk, de most már nem évek rá beszélgetni. Én nem olyan tudom. Sokszor elmondtuk a falugyűlésen, és mit jelent a program? A családok, akik ide lehozott. Azok vannak benne a programban. Maga itt lakik. Mondta. Jó, köszönöm szépen. Ezt csokor, már mondta. Jönnek a én is köszönöm szépen, majd jön a becsair úr, majd annak is megmondom. Majd én rám is rám illik a bútor. Viszontlátásra. Jönnek az emberek. Sziasztok! Jártuk már mindenfele. Merre jártatok? Hát nem tudom, erdőbe, szántóföldön, mindenhol. Sziasztok! Jó nagyot! Elnézzük a kicsit. Nem ilyen idegen vezetőt jártunk magának. Már. Fú, úgyhogy ma nem beragadtunk. Na figyelj, Pepsi, a kamion elmegy. Mit mondott a tenő?
Van a kamion mindjárt kiváljad, hogy ezt a kamion kiáll innen. Kamion hadd menjen el, és akkor jobban tudunk közlekedni, jó?